Midőn hazáját Rabbi Lincs fenyíti. Bőszült érzéssel harcmezőre száll. A szép szabadság hős lánggal hevíti. Körül dörögje bár ezer halál. Nem csügged, s honvéd tisztét teljesíti. Míg győz vagy testhalmok köz sír talál. A jobb utókortól reményelve bérét, a nyert borostyánon kiontja vérét. A modern magyar hadsereg megalakulása a gyakorlatban 1848. május végére tehető, amikor Batthyány Lajos miniszterelnök utasítására felszereltek 10 reguláris gyalogzászlóaljat. Az újonnan megalakuló mozgó nemzetőrséget hosszas viták után végül Kisfaludy Károly imént elhangzott verse nyomán nevezték el honvédségnek. A honvéd szónak napjainkban is erős érzelmi hangulati tartalma van, köszönhetően azon magyar katonák százezreinek, akik életüket áldozták a honért. A kiegyezést követően 1868. december 5-én első Ferenc József osztrák császár és magyar király szentesítette a honvédség felállításáról szóló törvényt. Így 1848 után 2 évtizeddel megszülethetett a magyar királyi honvédség, mint új kiegészítő elem a monarchia közös véderejében. 1869 tavaszán sorra alakultak a honvéd parancsnokságok. A nyár végén aztán megkezdődött a toborzást felváltó behívás és kiképzés. A zászlóaljak sorszámot és annak a településnek a nevét kapták, amelyből legénységüket kiegészítették. Így lett Pesti az első honvéd zászlóalj, a későbbi gyalogezred elődje. Az első honvéd gyalogezred gyakorlatilag Buda és Pest, illetve a későbbi Budapest, illetve a nagyjából a mai Pest megye környékéről egészül ki, gyakorlatilag Budapest honvéd házi ezrede. Az első pesti honvédek zászlójának felszentelésére 1869. október 31-én a Várbeli dísztéren került sor. A pesti honvédeket az a megtiszteltetés érte, hogy a zászlóanyai tisztséget maga Erzsébet királyné vállalta el. 1874-től a honvéd zászlóaljakat úgynevezett féldandárokba szervezték, majd 1890-ben a féldandárok ezred elnevezést kaptak. A budapesti első honvéd gyalogezred fegyelmezett, kitűnő ezred hírében állott. Ferenc József több ízben említette József főhercegnek, hogy jó és megbízható ezred, mely komoly esetben biztos ki fog tenni magáért. A komoly esetre sajnos már nem kellett sokáig várni. 1914. június 28-án Gavrilo Princip, szerb anarchista, Szarajevóban meggyilkolja Ferenc Ferdinánd trónörököst és annak feleségét, Hohenberg Zsófiát. A merényletet casus belliként felhasználva július 28-án a monarchia hadat üzen Szerbiának, majd augusztus 5-én Oroszországnak is. Budapest utcája még nem látott ennyi lelkesedő fiatalembert, mint ma délután. Tódult mindenki a főbb útvonalakra, mindenkiből megelégedés tört ki, kalapokat dobáltak a levegőbe, hölgyek éltették a háborút, tomboló lelkesedés uralkodott. Éljen a háború, éljen a király, kiáltotta a hatalmas tömeg. Európában az 1870-71-es porosz-francia háború lezárulta után nem volt nagyobb háború. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a vezérkarok, illetve a polgári lakosság is már várta ezt a háborút, hiszen már évek óta azért benne volt a levegőben. Olyannyira, hogy rengeteg önkéntes jelentkezik a hadseregbe, illetve a honvédségbe, akiket az első hetekben nem is tudnak felfegyverezni, hiszen vissza kell jó néhányukat utasítani. Ez mai ésszel furcsának tűnhet, de akkor ez az általános háborús lelkesedés nem csak a monarchia hadseregére volt jellemző, hanem ugyanúgy jellemző volt a szemben álló orosz, német, francia és brit hadseregre is. 1914. július 27-én reggel jelentek meg a mozgósítást elrendelő hirdetmények a budapesti házfalakon. Az első budapesti honvéd gyalogezred mozgósítási létszáma 83 tiszt, 3610 főnyi legénység és 250 ló volt. A katonák elkezdték a harcszerű kiképzést és lőgyakorlatokat. Mindannyian vadonatúj egyenruhát és felszerelést kaptak.
Az egyenruha az ebben az időben már nem színes, mint annak idején a századforduló környékén, hiszen azok a színes ruhák, főleg a huszároknál, de a gyalogos katonánál is nagyon szépek voltak, és tényleg megdobogtatták a női szíveket, de nem volt túlságosan célszerű ruházat. Amit most rajtam láthatnak, az a Magyar Királyi Honvédségnek az első világháború első időszakában viselt harci egyenruhája. Ez úgynevezett csukaszürke egyenruházat, posztóból készült, ugye ez gyapjuszövet. Igazából a korban az általánosan elterjedt egyenruha alapanyag. Gyakorlatilag az összes európai állam, az európai hadszíntereken szolgáló katonák ezt viselik. A ruha mellett számos más kiegészítő eszközzel is ellátták a katonákat. Ott volt például a katonának a hátbőröndje, ezt még évtizedekkel később is használták, ezt az úgynevezett hátbőröndöt, vagy bornyút, ahogy a katona mondta, hiszen ez egy borjúbőrrel fedett kisebb fajta hátizsáknak tűnik, amelyben a katona egyéni felszerelése található. Tekintve, hogy akkor még nem igazán tudtak teljesen vízhatlan anyagokat előállítani, úgyhogy egy ilyen természetes megoldást alkalmaztak, hogy a szőrös borjúbőr az ugye levezeti a csapadékvizet, úgyhogy nem ázik el a borjúban lévő felszerelés. Itt a élelmiszer, tartalék élelmiszer készletétől kezdve tartaléklőszer készletig egyéni kisebb felszerelési tárgyak kerültek elhelyezésre, amellett meg a katonának van természetesen egy kenyérzsákja. Ennek a neve is mutatja a funkcióját, a katonának az élelmiszer adagját lehetett ebbe elcsomagolni, illetve néhány apróságot, ami még szüksége volt, a kulacs is ebbe került bele. Az 1895-ben megalkotott új Malicher fegyver egy hosszú csövű puska, amelyet gyakorlatilag a gyalogsági alakulatok kaptak meg, így a honvéd gyalogezetek is ezekkel a fegyverekkel láthattak el. A háború végéig ezt a fegyvert használták minden gyalogos alakulatnál. Az ezred augusztus 16-án kapta meg a menetparancsot, amelynek értelmében az orosz frontra vezényelték őket. Négy vonatszerelvénnyel indultak el a józsefvárosi pályaudvarról. Szép, derűs napon robogott keresztül a Pacsirta dalától zengő, kalászos magyar rónán az egyes honvédek virágos vonata. Szolnok, Püspök, Ladány, Debrecen mindenütt mosoly, szeretet, bíztatás fogadta derék honvédeinket, a lelkesedés tetőpontra hágott. A gyalogezredet a kelet-galiciai Rohatyin térségébe az első vonalba vezényelték, ahol a honvédek augusztus 29-én át is estek a tűzkeresztségen. A jelentős túlerőben lévő orosz tüzérség tömegtűzzel árasztotta el az arcvonalat, de gyalogsági támadásaikat mindannyiszor sikerült visszaverni. Délután 8 óra 30 perckor végre a zaj lassanként elül. Az ellenség véres fejjel, hullatömegeket hagyva fedezékeink előtt pánikszerűen menekül vissza. Vajon megfogja-e a nem mindig hálás történelemírás valamikor örökíteni ezredünk hősies magatartását a Rohatyini csata napján? Sajnos a Monarchia elszámította magát már eleve a felvonulás tervezésével, hiszen sokkal később feltételezték az orosz erők megjelenését a hadműveleti területen. Ezáltal a Lemberg környéki csatákban nem tudjuk megállítani az orosz túlerőt. Ennek következménye az lesz, hogy 1914. szeptember végén már a Kárpátok vonalán találjuk az első honvéd gyalogezredet is, illetve a Monarchia többi alakulatát, illetve csapattestét is. Délután 1 óra 45 perckor a magyar határ átlépése Beszkidnél. A zenekar a himnuszt játsza. A megtépázott ezredzászló földig hajol a szent határ küszöbén. Annak a tudata, hogy már magyar földön vagyunk, felvillanyozza az egyes honvédek lelkét, az elszenvedett mérhetetlen szenvedések és veszteségek mellett is. Vidám magyar nótáktól hangosak a Kárpátok sötét fenyvesei. A budapesti egyes gyalogezred a Duklaszoros védelmét kapta feladatul. A Kárpátok hegylánca természetes védővonalat alkotott Magyarország határán. Az előretolt védőbástyát jelentő Bzemizli erődrendszert ekkorra már körülzárták az oroszok. Twierdza Przemyśl, która została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku, posiadała bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o obronę monarchii austro-węgierskiej. Reglowała wstęp wojskom przeciwnika, w tym przypadku wojskom rosyjskim od wschodu. Nie na darmo też była nazywana bramą Węgier, ponieważ gdyby wojskom rosyjskim udało się zdobyć w szybkim czasie
przemyską twierdzę. No, niedługo później armia rosyjska znalazłaby się na terytorium już Węgier. A honvédek a következő néhány hónapot a Kárpátok magaslatain töltik, újra és újra visszaverve a megmegújuló orosz betörési kísérleteket. 1914 karácsonya is itt éri őket. Este 10 órakor megérkezik a vacsora, ami tekintettel a Szentestére igen bőséges. A legénység éjj nyugovóra, a csupasz földre elhintett fenyőgajakra dűl, és csendes áhítatba merülve beszélget. Megilletődve szól az elhagyott szomorú otthonról, s a messze idegenből, a hatalmas ellenség közeléből fájó szívvel gondol vissza aggódó hozzátartozóira. Borús lelkük hazarepül az öregedő édesanyához, a sötét kétségektől gyötört hitveshez, a gyámolítás nélkül maradt gyermekhez. Ó, vajon milyen lehet most az ő karácsonyestjük? 1914-15 telén, különösen mostoha körülmények között voltak kénytelenek harcolni az első honvéd gyalogezred katonái. Elképzelhető, hogy az élelmiszer, a víz, a lőszer utánpótlás és megoldása gyakorlatilag milyen nehézségekbe ütközött. Március 22-én a Przemyszli erőd védői kapitulálnak. Az ezáltal felszabaduló orosz csapatokat is a Kárpátokba vezénylik. A gyalogezred sikeresen védi a Laborca folyó völgyét és a Korunkó hegyet a bebetörő orosz csapatokkal szemben, akiknek a túlereje immáron közel négyszeres. Éjfél is elmúlt egy órával, mire Laborc révbe érkezünk. A falu szélén álló üres templomromban keresünk magunknak éjjeli szállást. Az emberek annyira kivannak merülve, hogy szinte félaléltan dobják le magukat a földre. Némelyik még a hátizsákját sem csatolja le, csak végigfekszik a puszta földön, és rögtön úgy alszik, mint egy élettelen fatuskó. Azonban csak néhány órát pihenhetünk, alig hogy megvirrad, jön a parancs. Arrébb kell vonulnunk. A 200 tölténnyel, tartalékkonzervekkel, pokróc, köpeny, sátorlap, fehérnemű és még sok egyéb holmikkal megterhelt hátizsák, oldalunkon a szintén megrakott kenyérzsák, a bajonett, kisásó, derekunkon a szíj, rajta két tölténytáska, 40 éles tölténnyel, válunkon a fegyver, mindezek mázsányi súllyal húzzák le a kimerült bakát. Sokan kidőlnek. Én is végleg kimerülök, de dacosan elhatározom, hogy addig megyek, míg össze nem esem. Már alkonyodik, mire századunknak megállt vezényelnek. Ez a mai menetelés már szinte emberfeletti teljesítmény volt, de kibírtuk. Új táborhelyünk környékén körös körül begyepesedett lövészárkokat és sok sírkeresztet látunk. Beszédes emlékeit az itt lefolyt harcoknak. A harcok szünetében mindennaposak voltak a temetések. A keleti beszkidek lejtőin számos katona temetőben nyugszanak honvédeink, nem ritkán az egykori ellenség mellett, immár békében. Kárpátokba megfújták a trombétát, minden anyja hazavárja a fiát, csak engemet nem vár haza az édes anyát. Kárpátokba lesz az örökös hazám, édesanyám, ha föl akarsz keresni. Kárpátoknak hegy aljára gyereki, megtalálod síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kísírhatod magad. ...1915 májusának elején fordulat áll be a keleti fronton. W wyniku ofensywy gorlickiej, która rozpoczęła się 2 maja 1915 roku, bardzo szybko wojska austro-węgierskie i niemieckie znalazły się zaledwie kilkanaście kilometrów od Przemyśla. Ofensywa ta była wielkim przełomem w historii frontu wschodniego I wojny światowej. Dzięki przerzuconym z frontu zachodniego oddziałom niemieckim połączone siły sprzymierzonych pod dowództwem generała Mackenzena
wyruszyły do ataku. 2 maja po kilkugodzinnej nawale ogniowej, o której świadkowie piszą, że pozycje rosyjskie wyglądały jak czynny wulkan pełen gejzerów, oddziały austro-węgierskie i niemieckie ruszyły do ataku. Po ciężkich, bardzo krwawych walkach została obrona rosyjska przełamana. Walki trwały dalej, także pod Tarnowem i już, jak wspomniałem, w połowie maja jednostki sprzymierzonych są pod Przemyślem. A gyalogezred május 5-én kap parancsot az előrenyomulásra. Az oroszok utóvédjeivel megütközve 18-ára elérik Kopcét. Itt azonban parancsot kapnak a visszafordulásra. A parancsot nem indokolják meg, így a honvédek a mezőlaborcig tartó 2 napos erőltetett menet során csak találgatni tudnak, hogy mi történhetett. Olaszország az Antant oldalán belépett a háborúba, és hadat üzent a monarchiának. Il confine tra l'impero austro-ungarico e il Regno d'Italia si estendeva per 600 km, quindi la dichiarazione di guerra il 24 maggio 1915 fu gioco forza a dividere l'esercito italiano in tutto l'arco della frontiera praticamente. Questa frontiera andava dalla Svizzera fino ad bagnarsi nell'Adriatico. Era chiaro che l'unico punto dove si sarebbe potuto fare delle azioni veramente importanti dal punto di vista militare erano gli ultimi 100 km del fronte. Ma la consistenza delle due armate che ebbero la parte principale in questa guerra, cioè la seconda e la terza armata, si aggirava sul 1.500.000 persone che si radunarono in Veneto e furono inviate verso i primi spalti del Carso praticamente. Lì purtroppo la guerra si fermò immediatamente. A magyar honvédek felszerelése nem volt megfelelő a magas hegyi hadviseléshez, hiszen hiányzott a hegymászáshoz szükséges bot, csákány és egyéb felszerelés. A síkvidékről érkezett katonák nem voltak megfelelően kiképezve, és nagyon sokan féltek a magas hegyek között. Ezért a karintiai harcokban az ezred 2 hét alatt 35%-os veszteséget szenvedett. Mivel a jelentős túlerőben lévő olasz hadsereg az új ellentámadást a természetes védelmi vonalat képező Isonzó folyón átkelve kísérelte meg, adott volt a döntés, hogy a magyar hadvezetés a csapás várható fő irányába kipróbált, harcedzett erőket csoportosítson. Ekkor vezénylik át az egyes honvédeket a Doberdó fensíkra, ahol a 20. honvéd gyaloghadosztályba sorolják be őket. Ezen az arcvonal szakaszon a legfontosabb helyre kerül az ezred, a 20. honvéd hadosztály többi ezredével együtt. Ez a Monte San Michele hegytömb vagy hegycsúcs az, amely ekkora harcok középpontjába esik. Honvédeinknek itt újabb nehézségekkel kellett szembesülniük. A mészkőfensíkot csak igen vékony földrétek borította, ezért lehetetlen volt lövészárkot ásni. Emiatt kezdetben egymásra rakott kövek mögött közlekedtek a katonák, többnyire kúszva. A felhasznált sok kő a melvédeken találat esetén több sebet okozott, mint maguk a lövedékek. Valahol a közelben becsapódott egy gránát. Éreztem, hogy valami eltalálta a jobb lábszáramat. Egy kődarabka volt. Az ütés helye másnapra bedagadt és bevörösödött. Nehezen tudtam járni a fájdalomtól. Hátra vittek és ott megvizsgált egy sebész. Kezét a homlokomra tette, és kíméletesen elmagyarázta, hogy csak a térdem felüli végtag amputálás mentheti meg az életemet. József főherceg hadtestparancsnok elrendeli egy megfelelő védelmi rendszer létesítését. Ezt több hét alatt sikerült kiépíteni, vésővel és légkalapáccsal. A fensíkot borító fákat és bokrokat már az első isonzói csata elején szétlőtte az olasz nehéz tüzérség, így honvédeink árnyékot sem nagyon találhattak. A katonák, amennyiben a harci helyzet ezt lehetővé tette, természetes és maguk vájt a barlangokba húzódtak be a forróság és a folyamatos ágyúzás elől. Az egyik ilyen barlangot Alice Schalek, osztrák újságíró, a nagyháború egyetlen női haditudósítója is meglátogatta. A fensíkon található egy gigantikus barlang, mely közel 10 méter mély. Manapság annak a több száz magyar honvédnek a menedéke, akik éppen ezred tartalékban vannak. A katonák a barlang mélyén felépített 3 szintes faházban laknak.
Éjszaka a lövészárkokat javítják a fennsíkon, napközben pedig alszanak vagy kártyáznak anélkül, hogy levennék a ruhájukat, melyek mosására nincs lehetőség. Van viszont elektromos világítás és szellőzőrendszer is, és ami a legfontosabb, abszolút biztonságos. A szikla 30 méterig magaslik eme bizarr körlet felett. 1915. július 25-én a második isonzói csata során az olasz csapatok elfoglalták a Doberdótól északra fekvő Monte San Michelét, amelynek birtoklásával uralni tudtak egy igen nagy területet a nehéz tüzérségnek köszönhetően. Délután 3 óra. Az olaszok nagy tömegekben, lármázva, ordítozva jönnek felénk. Mi csak tüzelünk, dolgozunk rettenetesen. Borzalmas pusztítást viszünk végbe soraik között. De hiába mindent elszánt igyekezetünk. A balszárnyunkon sikerül átszakítani vonalunkat, és most már közvetlenül a bal oldalunkban, velünk egy vonalban halljuk ordítozásukat. Avanti, avanti, evviva Italia! Abban a szituációban, amikor egy árokban én vagyok, és velem szemben egy olyan katona, aki nyilvánvalóan arra törekszik, hogy engem megsemmisítsen, itt csak egy kérdés van, vagy ő, vagy én. Ez a kérdés, ez ott is akkor eldöntendő. A monarchia hadvezetésének létfontosságú volt a Monte San Michele visszafoglalása, és ez nagy véráldozatok árán ugyan, de végül sikerült. Alig 2 hónap elteltével megkezdődött a 3. isonzói csata. Az olaszok újabb támadása 1915. október 18-án indult, és november 5-éig tartott. A csata befejezésétől számított 5. napon a harcok már a 4. isonzói csatában folytatódtak. Az olaszok a gyalogsági támadást megelőzően 3 napon keresztül szinte megállás nélkül különböző kaliberű ágyúkkal lőtték az osztrák-magyar állásokat a karszton. Lövész árkaink előtt félelmetes halmokban gyűlnek az elesettek hullái, akik védelmünk néma tanúi. Az állandó ágyú tűz miatt nem tudjuk őket eltemetni. A front egyre csak tartja magát, mi pedig abban reménykedünk, hogy felváltanak bennünket és megmenekülünk a végtelen lángoló éjszakáktól és nappaloktól. A mai ésszel szinte felfoghatatlan, hogy egy tüzérségi előkészítésben 10 000-vel lövik el a könnyű ágyúk, és nem csak a közepesek meg a nehezek a muníciót. Ha csak arra gondolunk, mondjuk a 6. isonzói csatában, ami néhány napos, tehát itt nem hónapokról beszélünk, több mint 1,5 millió tüzérségi lőszer tüzeltek el osztrák-magyar oldalról, akkor azért lehet fogalmunk arról, hogy micsoda tüzérségi előkészítések és tűztámogatások lehettek ebben az időszakban az ellenlők és végrehajtó ellenséggel szemben. Fu studiato attentamente, strategicamente la zona di difesa, e quindi le armi furono concentrate in maniera oculata, quindi la parità delle armi era quasi praticamente identica. Almeno all'inizio. Verso la fine, invece, l'Italia ebbe una netta prevalenza di artiglierie, soprattutto di grosso calibro e di lunga gittata, e quindi riuscì con l'artiglieria a sopperire a quelle che erano le deficienze dell'attacco frontale. A katonák a tél folyamán, kihasználva, hogy a front egy kissé elcsendesedett, a Monte San Michele csúcsán keresztül egy alagutat fúrtak, amely a fő védelmi vonalat kötötte össze a mögöttes területekkel. Az építmény mindenféle belövéstől védelmet biztosított. Az alagútnak és környékének nagyon nagy szerepe volt a védelem szempontjából, hiszen ha az ellenség kezére kerül, akadály nélkül a magyar vonalak mögé juthattak volna. A védők ezért nagy figyelmet szenteltek a géppuskák helyének, ugyanis a jól védett géppuskafészkek védelmet biztosítottak az ellenséges gyalogsági támadások során. Ha a géppuskás egység jól választotta meg a helyét és ott megfelelően álcázta magát, akkor egy teljes gyalogzászlóalj támadását megállíthatta. A géppuska jelentőségét igazából az első világháború hozza meg. A magyar királyi honvédségben lévő gyalogezredek, az első gyalogezred is például, a zászlóaljban egy géppuskás osztagot rendszeresít. A háború során az átalakulóban lévő gyalogzászlóaljnak a géppuskás osztagai egyre nagyobb mértékben tudják támogatni a gyalogság harcát.
Az olaszok állandó nyomást gyakoroltak a védők állásaira, miközben az osztrák-magyar hadsereg állománya igencsak megcsappant. Mostanra a feltétlenül szükséges erő harmadával rendelkezett. Ezért már 1916 tavaszán megszületett a gondolat, hogy az olaszokat gáztámadással próbálják meg legyőzni. A hadtestparancsnokság úgy ítélte meg, hogy egy gáztámadást a 20. Honvéd gyaloghadosztály védelmi állásairól lenne a legcélra vezetőbb megindítani. Június 29-én hajnali 4 óra 30 perckor József főherceg utasítást adott a gázpalackok kinyitására. Körülbelül 4 méter magas gázfelhő kezdett hömpölyögni az olasz állások felé. 2 óra múlva teljes csönd uralkodott. A honvédek a halott olasz katonák holttestein keresztül elérték a harmadik olasz vonalat. Azonban a szél hirtelen irányt változtatott. Azok a magyar katonák, akik levették gázálarcukat, meghaltak. A különböző harci gázok alkalmazása az első világháborúban vált általánossá, bár hozzá kell tenni, hogy a Genfi konvenció ezt szigorúan tiltotta a haderők részére, de ezzel annyira nem foglalkozott senki sem. Az osztrák-magyar monarchia csapatait is érte gáztámadás 1916-tól. A brutális harcászati módszerrel, az isonzói hadszíntér első gáztámadásával indult összecsapásnak nem volt győztese. A Doberdó-fennsíkon az erőviszonyok nem változtak, az osztrák-magyar egységek nehézségei folytatódtak. Az olaszok 1916. augusztus 4-én a Monte San Michele és San Martino del Carso intenzív ágyúzásával megindították a 6. isonzói csatát. A tüzérségi tűz okozta füst és porfelhőkön keresztül az olasz gyalogság támadásra indult a 20. Honvéd gyaloghadosztály állásai ellen, és a Monte San Michele mind a 4 csúcsán betörtek a védők árkaiba. Honvédeink kimerülten vívták utolsó csatájukat a túlerőben lévő ellenséggel. Az ezred kitartott a védelemben, amíg a tüzérségnek sikerült visszavonulnia és hátravinni a tartalékfelszerelést. Ezután az egység is elhagyta a Monte San Michelén lévő állásokat, és az új védelmi vonalra vonult vissza. Az ezred a csata kezdetekor 3000 főből állt, a visszavonulás végére ebből csak 200 fő maradt. Az egykori harctéren, a Doberdó-fennsíkon üresen maradtak a támadók és védők árkai. A köves talajt ágyú lövedékek szántották fel. Mindenhol szétszórt katonai felszerelés hevert, rengeteg volt a temetetlen halott, valamint a porig rombolt falu és település. A 20. Honvéd hadosztály ezredei, köztük az egyes budapesti honvédek voltak a Monte San Michelén lévő osztrák-magyar állások utolsó védői. Több mint egy évet töltöttek ebben a térségben. Honvédeink szeptember első felében vívták meg a 7. isonzói csatát az újra támadásba lendülő ellenséggel szemben. Az olaszok ereje azonban csapataink kitartásán, hősiességén megtört. Az Ag császár, első Ferenc József köszönetét szeptember 17-én hirdették ki a hadtest valamennyi ezredénél. A hadsereg parancsnokság jelentései alapján állandóan értesülve vagyok a hadsereg nehéz harcairól, és gondolatban az isonzó fronton keményen küzdő derék katonáimnál vagyok. Hálat elten küldöm a nehéz és szívós harcokban halált megvető bátorsággal kitartó derék csapataimnak elismerő köszönetemet és további eredményteljes küzdelmeikhez Isten segedelméért fohászkodom. Az olaszok azonban rövid idő alatt rendezték kötelékeiket és megfelelő mennyiségű lőszert halmoztak fel. Így már október 1-én megkezdhették a 8. csata tüzérségi előkészítését. Az olasz előretörést ismét sikerült megállítani. A csata után az ezredet az a kitüntetés érte, hogy Frigyes főherceg, a hadsereg főparancsnoka a Britov melletti lapájon megszemlélte az ezredet, és sok arany és ezüst vitézségi érmet osztott ki az állomány között. Az osztrák-magyar monarchiának az első világháború kezdetére jól kialakult kitüntetés rendszere volt. Ebben érdemrendek, kitüntetések és különböző alkalmakra adományozott emlékérmek is megtalálhatóak voltak. A kitüntetések jó részét az elmúlt évszázadokban már adományozták, azonban az első világháború kitörése után nem sokkal kiderült, hogy ezeknek a kitüntetéseknek a száma és a jellege nem teszi lehetővé mindazon érdemek elismerését, amelyek az első világháború során akár a honvédség, akár a közös hadsereg katonai részéről felmerültek.
Ezért az első világháború folyamán számos újítást vezettek be az osztrák-magyar monarchia kitüntetés rendszerében. Új kitüntetéseket vezettek be, új fokozatokat rendszeresítettek, és az is előfordult, hogy például az adományozási szinteket lejjebb adták. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a korábban az uralkodó által adományozott kitüntetések egy részét hadtestparancsnokok, hadosztályparancsnokok is odaítélhették. Az aranyvitézségi érmet eredetileg még 1789-ben alapította II. József. Ez volt a legmagasabb, legénység által kiérdemelhető kitüntetés. Kifejezetten kiemelkedő haditettek szükségeltettek az elnyeréséhez, és a honvédség tagjai közül is, egészen pontosan az első honvéd gyalogezred tagjai közül is számosan elnyerték ezt a kitüntetést. A vitézségi érmeknek egyébként több fokozata volt, az arany vitézségi érmen kívül első osztályú ezüst, másodosztályú ezüst és bronz vitézségi érem létezett. A vitézségi érmeket többször is ki lehetett érdemelni, tehát ha olyan kitüntetéseket láttunk, ahol a vitézségi érem szalagján pánt vagy pántok láthatóak, az egy pánt a másodszori, a két pánt a harmadszori, a három pánt pedig a negyedszeri adományozást jelentette. November elejére a 9. isonzói csata során az arcvonalba visszaérkező első honvéd gyalogezred megszilárdítja védő pozícióit. József főherceg ekkor kapja meg a császártól a katonai érdemkereszt első osztályát a hadi ékítményekkel, amiért köszönetet mond mind a császárnak, mind állományának. Bajtársak! A parancsnoknak adományozott legfőbb kitüntetés mindazoknak szól, akik a parancsnok parancsainak végrehajtásával a csatát győzedelmesen megvívták. Ti dicső és csodálatra méltó hősiességgel a nagy túlerejű ellenségnek dühös rohamait visszautasítottátok, az ő megindított tömegeit összezúztátok. Drága vérrel elhárítottátok a fenyegető veszélyt hazánkról. Soha nem fonnyadó hálával és legbensőbb ragaszkodással mondok köszönetet mindnyájatoknak, tiszteknek és legénységnek, a ti önfeláldozó hűségetekért áldjon meg érette a mindenható Isten. Az osztrák-magyar hadsereg főparancsnokság tekintettel az ezred, illetve a felettes hadosztály, a 20. honvéd hadosztály hatalmas veszteségeire 1917. február elején elrendeli, hogy helyezzék át az orosz frontra az ezredet, illetve a hadosztályt. Itt egy nyugodt frontszakaszra kerül a Lipa folyó, illetve a Vidunka pataknál kiépített állásokban néz szembe a cári csapatokkal. Oroszföldön nyugalmasabb időszak köszöntött az ezred katonáira. Az 1917 márciusi orosz polgári forradalom hatása a harctéren is érezhető volt. Húsvét vasárnapján megjelentek drótakadályaink előtt vagy 80-an, kiket beengedtünk fedezékeinkbe. Itt minden orosz katona kenyeret, cukrot és cigarettát kapott a házigazda szerepét vívő honvédeinktől. Tolmács útján elbeszélgettek velünk, és biztosítottak arról, hogy ők már fegyvert többé nem emelnek reánk. 1917 áprilisában, pontosabban húsvétján már kisebb-nagyobb frontbarátkozások is lezajlanak a szemben álló magyar, illetve orosz katonák között. A nyugalmas hadi helyzetet kihasználva a honvédek kisebb gazdaságokat is berendeztek a front mögött, értve ez alatt, hogy veteményes kerteket rendeztek be saját felhasználásra, illetve állatokat is tartottak néhány esetben, tehát saját ellátásukról részben így gondoskodtak, hiszen a kincstári ellátmány az 1917-es évben már sokszor elégtelen volt. A honvédek gyakran próbáltak hazúrról is egy kis élelmet kérni, de a tábori posta gyakran akadozott, ezért nem sok sikerrel jártak. Kedves szüleim! Nem tudom, meg-e kapták azt a lapomat, amelyben kértem szalonnát és valami hazait, mert eddigi leveleikbe megemlítést nem tettek róla, és ha azt talán fel is adták volna, ez ideig még meg nem érkezett. A napokban fogunk elmenni ebből a faluból, de azért küldjék csak, majd utánam küldik az új állomás helyünkre. Augusztus 25-én, mintegy fél évvel az orosz földre történt megérkezés után távirat érkezik az ezredhez, hogy készüljön a váltásra, vissza kell térniük az olasz harctérre. Szeptember 9-én estére az ezred megérkezett új állomás helyére, a Monte San Gabrielére. Itt összefüggő árokrendszer helyett kőrakások és beázó fedezékek várták a honvédeket.
Itt a harc körülményei nagyon mostohák, hisz több mint 700 löveg tüze fekszik rá erre a hegycsúcsra. Folyamatosan, éjjel-nappal lövik azt, ismételt olasz rohamok követik egymást. Azonban a honvédek kitartásának köszönhetően sikerül megtartani a Monte San Gabrielét. A hegy védelme kulcsfontosságú volt, ugyanis a központi hatalmak hadvezetése 1917 őszén egy átfogó Olaszország elleni döntő támadás végrehajtására készült. A támadást október 24-én indítják meg Caporettónál, és pár napon belül az arcvonal teljes hosszában osztrák, magyar és német hadosztályok nyomulnak előre. Az első honvédezrednek is sikerül az áttörés, és a fáradt katonák elindulnak a Pósíkságon nyugati irányba. Az előrenyomulást a Piave folyó vonalában november 10-én megállítják az olasz és más antant csapatok, akik a front összeomlását látva érkeztek a térségbe. Mivel a folyón történő átkelést az ellenség megakadályozza, a hadvezetés leállítja az első piávei offenzívát, és elrendeli a folyó mentén egy védelmi frontvonal kiépítését. Az első honvédgyalog ezred 1918. január elején jut el a Piave menti későbbi állásaiba, és ezt az állást tartja a Piave túlpartján gyakorlatilag egészen 1918. október végéig, november elejéig. 1918 első felében álló háború dúlt a Piave mentén. Június 15-én a központi hatalmak csapatai összehangolt támadásba kezdenek. Az olaszok azonban felkészülten fogadják a Piavén átkelő előrenyomuló hadosztályokat, amelyek így nagy veszteségeket szenvednek. A második piávei csata az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó nagy offenzívája volt az első világháborúban. A kudarc felgyorsította a monarchia erőinek összeomlását. A hátországban elégedetlenségi és háború ellenes tiltakozások söpörtek végig. A monarchia hadvezetése belátta, hogy ha bár Olaszország is óriási veszteségeket szenvedett a háború során, megtörése és elfoglalása nem lehetséges. Qui morirono 600.000 persone. 600.000 persone e si crede, perché i dati esatti ancora non si conoscono, si crede altre 400-500.000 persone per cause di guerra, cioè morte dopo per ferite, amputazioni o quanto altro. Poi alla fine della guerra qui imperversò la spagnola che fece il resto praticamente, morirono tantissime altre persone. A monarchia hadserege három év alatt csak az olasz hadszíntéren körülbelül 650.000 katonát veszített. A budapesti egyes honvédgyalogezred létszámát a háború során folyamatosan pótzászló aljakkal kellett feltölteni. Mintegy 20.000 halottat számítunk az első honvédgyalogezrednek a háború alatt, a nagy háború alatt. Azért nem lehet pontos adatokat mondani, mert sokszor idő nem volt rendesen ledokumentálni, eltemetni a katonákat, akik meghaltak. A budapesti egyes honvédgyalogezred október 30-án kezdi meg a visszavonulást és az Alpokon keresztül Villachig menetel. Ott az ezred vonatra száll, és végül november 26-án érkezik meg Budapestre. A hazaérkező és laktanyájukba bevonuló honvédek azonban egy teljesen új helyzettel szembesülnek. A monarchia politikai és katonai összeomlásának következtében újonnan alakult Károlyi kormány nem tart igényt a frontról hazatért katonák szolgálataira. Linder Béla hadügyminiszter első intézkedései közé tartozott a magyar honvédség megszüntetése, a katonák leszerelése és szélnek eresztése. A honvéd hagyományokat így csak egymás között tápolhatták tovább. Bizonyos tábornokok az ezred éléről azért gondoskodtak arról, hogy megalakították a bajtársi szövetséget, és rendszeresen összegyűltek évente egy-két alkalommal, sőt, utazást csináltak 28-ba, 10 évvel a háború után, amikor az olaszok polgármesteri szinten fogadták őket, és hát ott kezdték gyűjteni a földet, hogy itt is a Jóska halt, meg ott meg az ő vére omlott, és összejött egy vödörnyi föld. Ez a vérásztotta föld ma is Budapesten van, a hősök terén, a hősök köve alatt van egy vödörföld, és abban az a vödör vérásztotta föld most is ott van, a kő alatt. És ez doberdói vér.
Budapesten egy másik emlékmű is őrizte az első honvéd gyalogezred emlékét a Fővám téren. Ezt azonban 1948. októberében lebontották, mivel a hivatalos indoklás szerint álromantikus és imperialista agresszivitást tükrözött. Azóta a helyén egy az ezred múltját és hagyományait nem méltóképpen őrző kompozíció áll. Ezt adakozásból építették annak idején az egyes emlékére, az egyes honvéd gyalogezred katona, elhunyt katonái emlékére. Maga a kialakítása is olyan volt. Egy hétköznapi szép katonaszobor. A honvédek emlékét az egykori hadszíntéren napjainkban is méltóképpen ápolják. Jó példa erre a fennsíkon fekvő San Martino del Carso falucskában található kis múzeum. Ragazzi del paese si andava per grotte, si andava a cercare le cavità, cavità naturali che sono sul nostro territorio, sul Carso. Il Carso è famoso per le grotte, sono praticamente gli scavi sono stati creati nel tempo dall'acqua. Allora, nel 2007, noi come gruppo speleologico praticamente è nato come sede del nostro gruppo speleologico. Poi, avendo avuto amicizie, anche abbiamo conosciuto amici ungheresi, abbiamo deciso anche di fare questo museo per ricordare il momento della guerra che è stato il momento della guerra. Prevalentemente qui il discorso è imperniato anche sull'Ungheria, perché prevalentemente le truppe qui erano ungheresi. Ugyancsak a magyar honvédek doberdói helytállásának állít emléket a vizintini faluban 2009-ben felszentelt emlékkápolna. 1918. januárjában a hadszíntérre látogató IV. Károly személyesen intézkedett, hogy a közeli több ezer magyar katona földi maradványait tartalmazó tömegsír mellett immáron teljesen hivatalosan létesüljön egy kegyeleti épület. A kápolna október 3. hetére szinte teljesen elkészült. Már csak az oltárt kellett volna beépíteni, de mivel ekkorra a monarchia de facto megszűnt létezni, erre már nem kerülhetett sor. A befejezetlen épületet közel 75 évig csűrnek és istállónak használták a környék földművesei, míg nem 1992-ben magyar-olasz összefogással sikerült megszervezni a teljes restaurálást. Mint az a magyar és olasz visszaemlékezésekből is kitűnik, a Doberdó fensíkon vívott csaták egyforma megpróbáltatást jelentettek mindkét harcoló fél számára. E tutti i soldati che riuscirono a scampare la guerra e lasciarono scritto qualcosa delle loro memorie, sottolineano come il Carso fosse veramente un inferno in terra. Essere costretti dentro i budelli di roccia a vivere gli uni vicino agli altri, centinaia di migliaia di uomini e molti di quali anche morti. C'è questa costante presenza della morte che si legge nei diari sia italiani che in austro-ungarici. E per molti la morte era quasi un sollievo di fronte alle condizioni inumane alle quali erano sottoposte, oltre che ai combattimenti, ma proprio per vivere sul Carso. E anche lo spostamento dei reparti era visto in altre storie del fronte, come quello montano, era visto quasi come un premio. L'importante era abbandonare la pietraia carsica. Si parla di pietra sul Carso, si parla di un ambiente molto duro, ma se ci guardiamo intorno oggi è completamente diverso. Dopo 100 anni il Carso è completamente rifiorito, è lussureggiante, è praticamente inimmaginabile per noi tutti capire, comprendere le difficoltà e le tragedie che quegli uomini dovettero sopportare. Az olasz sáncokban szolgált 1915 végétől 1916 augusztusáig a 28 éves Giuseppe Ungaretti, aki később ismert olasz költő lett. A csaták közötti pihenők alatt születtek első versei, köztük a San Martino del Carso című. Ezekből a házakból nem maradt meg egyéb, mint néhány falszilánk. Olyan sokakból, akik velem egyúton jártak, nem maradt még ennyi sem. De a szívemben egyetlen kereszt sem hiányzik. És a szívem a legmeggyötörtebb ország. I soldati italiani, ungheresi, austriaci, che hanno combattuto qui, avevano solo un'idea in testa, tornare a casa.
tornare dalle loro famiglie, dalle loro mogli, dalle fidanzate, far l'amore, bere vino, giocare a carte, godersi la vita. E invece di loro non è rimasto niente e nemmeno le loro ossa sono tornate a casa. Allora noi pensiamo che soprattutto i giovani devono ricordare questi morti in modo tale che la loro morte non sia stata vana. L'unico modo per farli rivivere, in un certo senso, è ricordarli. E tocca alle giovani generazioni ricordare questi uomini. A Doberdó-fennsíkon és az Isonzók völgyében járva döbbenetes élmény szembesülni azzal, hogy az egy évszázada lezajlott harci cselekmények emlékei mind a mai napig meghatározzák a környék felszínét. A sok kilométernyi lövészárokban még mindig könnyen lehet repeszdarabokat, lőszereket találni. A határ olasz és szlovén oldalán egyaránt számos katonai temetőt találunk, amelyekben honfitársaink nyugszanak. Most ebben az volt az érdekes ebben az olasz hadszíntérben, hogy ez nagyon köves. És mi síkvidékiek vagyunk, ami azt jelenti, hogy ha találtak valahol egy földdarabot, oda eltemették a katonát, mert menni kellett, mert jött a támadás, az olasz nehéz tüzérség lőtte a területet. Már rég vége volt a háborúnak, amikor Mussolini kezdeményezésére az a sok kis temetőt, egyes sírokat megszüntették, és központi helyekre hozták. Ebben a két dolgot lehetett elérni Mussolininek. Egyrészt ott is van hősök, volt hősök napja, és hát könnyebben tudták az ünnepségeket megszervezni, a megemlékezést. A másik dolog pedig, hogy a lakosság visszakapta azt a pár négyzetméternyi földet, ahová valamikor katonát temettek, hogy újra tudjon babot termelni. És egyéb dolgot, mert ugye a kövön minden nem terem meg. Megváltozott a táj. Ma már sok minden nem úgy néz ki. De még meg lehet találni azokat a helyeket, ahol katonákat temettek annak idején. Kimegyek a doberdói harctérre, feltekintek a csillagos nagy csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sírat engem az édesanyám. Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Itália közepében lesz a sírom, édesanyám, arra kérem, meséljön. Doberdó. Fogalommá vált név. S mégis azt hiszem, a legtöbben távolról sem sejtik, miért és milyen körülmények között változzá. Mély szenvedések, hősiesség, akaraterő, önzetlen hazafiság és lelki nemesség kellett ahhoz, hogy tucatnyi csatában megállhassák csapataink helyüket. Csapataink, amelyek túlnyomó része gyorsan váltakozott, mert elvérzett vagy nem bírta elviselni a poklok poklát. És közülük a karszton, szoros élteremben a Doberdón csak két hadosztály volt, amelyek részben 9, illetőleg 12 csatát vívtak végig. A 20. honvéd és a 17. közös hadosztály. Többeknek kezemmel intek, ők kedves, néha kisé félszeg bókkal viszonozzák ezt, és örömtelt mosoly vonul át az arcukon, amit a legfeszesebb tisztelgésnél is többre becsülök. Mert tudom, hogy a legvészesebb órákban sem fogok bennük csalódni, mert hívek maradnak kötelességükhöz, s hozzám, mert szívüket bírom. A magyar katonában élő ősi erényeken kívül bizonyára ez a kölcsönös szeretet és bizalom volt az indító rúgója annak a hősi ellenállásnak, amivel honvédaink ott a fennsíkon 21 hónapon át az ellenség tüzérségének és tömegeinek minden támadási kísérletével hősiesen megbirkóztak. Ezt a fajta kultuszt, amely megmutatja, hogy a magyar katona milyen hősiesen viselkedett az első világháborúban, és milyen áldozatokat hozott az első világháború során. Én azt gondolom, hogy
nekünk is ápolnunk kell, és a megfelelő szinten, megfelelő odaadással kell bemutatnunk a közönség számára. Doberdót gyakran emlegetjük a magyar történelem két másik tragikus történelmi helyszínével, Moháccsal és a Donkanyarral együtt. Azonban Doberdó fogalma nem csak a tragikus veszteség, de a hősies helytállás szimbólumává is vált. A Doberdó fennsíkon harcoló katonák szenvedéseinek egy közös hősi emlékmű állít emléket a Monte San Michele csúcsán, amelynek felirata így szól. Ezeken az ormokon olaszok és magyarok hősiesen küzdve egymással testvérré lettek a halálban. A honvéd szó azt a katonát illeti, aki a magyar hazát védi. Az első budapesti honvéd gyalogezred katonái a nagy háborúban harcoló magyar és nem magyar társaikhoz hasonlóan hősök voltak. Hősök, hiszen egy igazságtalan háborúban harcoltak, legtöbbjük életét áldozva tőlük független érdekekért. Az első honvéd gyalogezrednek más ezredekkel ellentétben nincs méltó emlékműve sem Magyarországon, sem az egykori hadszíntéren. A budapesti egyesek emlékét csak a közös hősi emlékmű közelében található kicsiny kő őrzi. Feladom a levelem a postára, rátalál az édesanyám házára. Olvasd anyám, vérrel írott levelemet, Doberdónál hagyom az életemet. Édes anyám, nem írok több levelet. Puska golyó lőtte el a szívemet, eltemetnek az erdei gyöngyvirágok, meg siratnak a falumbeli lejárt.